Köszöntöm Önöket, a civil időt látják. Mai műsorunkban foglalkozunk többek között a Herényi heti piac tökös napjával, a lakótelepi közművelődési fórummal, a Szombathely Szépítő Egyesület 135. jubileumi évfordulójával, valamint szó lesz Szombathely ifjúsági életéről is. Megalakulásának 135. évfordulóját ünnepelte a Szombathelyi Szépítő Egyesület a Berzsény Dániel Könyvtár földszinti kiállító termében nyílt tárlatával. Az erről szóló tudósításunkat láthatják a következő percekben. Kedves vendégeink, először is büszkélkedni szeretnék a Szombathelyi Szépítő Egyesület és a Berzsény Dániel Könyvtárnak az együttműködésével. Igaz, hogy 2019-ben kötöttünk együttműködési megállapodást, de már ezelőtt is rendkívül sok szép eredményt tudtunk felmutatni, ami az Egyesület és a Könyvtárnak a közös munkálkodásából született. Most itt látványosan a legeslegnagyobb eredmény ez a kiállítás, az anyaggyűjtés és az irodalomkutatás is az együttműködési megállapodásnak a része, de itt rendkívül sokszínű anyag gyűlt össze. Köszönöm a munkatársaimnak, Molnár Andreának és Spigler Kutasi Nikolettának az anyaggyűjtést, a kivitelezésben való közreműködés pedig Szalainé Bodor Editnek, aki többek között az Egyesület titkári szerepét is betölti, és rendkívül sokrétű az a tevékenység, amivel ő támogatja a Szombathelyi Szépítő Egyesületet. De én szeretnék továbbiakban is említeni pár olyan dolgot, konkrétumot, ami ténylegesen alátámasztja, hogy milyen gyümölcsöző ez a két szervezeti együttműködés. Az Egyesülettel közös szervezésben és támogatásban valósult meg a másképp elnevezésű helytörténeti fotó- és filmpályázat 2016-ban és 2018-ban is, illetve 2020-ban is a két szervezet együttműködésével hirdettük meg. Kétszer adott helyet a Könyvtár a Szépítő Egyesületek regionális találkozójának. 2016-ban és 2017-ben is. 2016. szeptember 27-én a Szépítő Egyesület tagja Torjai Walter tartott előadást jelképek Szent Márton temető sírkövein címmel. Több közös sétát szervezett a Könyvtár helytörténeti klubja és az Egyesület, a tűzoltó laktanyában, akkor zsidó temetőbe, katasztrófa védelmi múzeumba. A Szent Márton temetői sétákat 2016 óta tartja folyamatosan az Egyesület és a Helytörténeti Klub. A Vasi Múzeumbarát egylettel közösen pedig nőnapi és minden szenteki séták zajlanak a Szent Márton temetőben. 2018. november 20-án a Könyvtárban került sor a Szombathelyi Szépítő Egyesület története című kötet bemutatójára. És ezen kívül még a temető parcellázás és a sírhelyeknek a rendberakása is a tevékenységük közé tartozik, amiben kolléganőnk szintén segíti, főleg Bődi Livia munkáját. És szeretném azt, hogyha szinte minden ilyen együttműködés, amely megkötett civil szervezetek és a könyvtár között ugyanilyen hatékony és gyümölcsöző legyen. Én pedig most szeretném felkérni Puc Attilát, a Kulturális Oktatási és Civil Bizottság elnökét, hogy köszöntő gondolatait mondja el számunkra. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim! Úgy gondolom, hogy egy 135 éves egyesület történetében lehet meghatározó eseményeket felsorolni. Teljesség igénye nélkül szeretném az Egyesület munkásságát bemutatni, elsősorban az Egyesület történetét bemutató könyvből szemezgetve. Az Egyesület megalakulásának előzménye, hogy már a reformkori Szombathely életében is felmerült az igény, hogy intézményesen gondoskodjanak a város lakó középületeinek, utcáinak és tereinek szépítéséről. A városépítés 1837-ben indult el, amikor létrejött a csinosságra ügyelő biztosság, majd 1864-ben indult meg újra, amikor létrehozták a szépítészeti és építészeti választmányt. Varasdi Károly újonnan megválasztott polgármester az 1885 évi budapesti Városligetben megrendezett országos kiállítás hatására, ihletésére, összegyűjtötte a város érdemes polgárait, és elhatározták, hogy városukban megalakítják a Szombathelyi Szépítő Egyesületet.
melynek feladatául a parkok és sétáló utak létesítését tűzték ki. A véglegesített alapszabályt 1885. október 18-án tartott közgyűlésen fogadták el. Az Egyesület 1885 és 1949 közötti időszakban elindította a fásítási programját, parkosítási feladatokat látott el, zöld felületeket alakítottak ki az egész városban. Ekkor létesült például a Városliget, a mai Pelikán Park, már eredeti liget egy része, Szent István Park, Ezredévi Park. Ezek a mai napig is láthatók. A város vezetése és az Egyesület között a kisúródásokat eltekintve példás együttműködés alakult ki. Ennek az összefogásnak az eredménye lett a város fejlődése, és nevezték el Szombathelyet a Nyugat királynőjének. 1968-ban Gyurác János a Városi Tanács VB elnökének javaslatára indult el az Új Szépítő Egyesület létrehozása. A megalakult egyesület jogutódja lett az előző egyesületnek. Szakosztályokat hoztak létre, civil szervezetekkel fogtak össze. Egy évvel az alakulás után az egyesületnek 430 fő tagja volt, és 16 vállalat csatlakozott még a munkájukhoz. Emléktáblákat helyeztek el, tisztasági versenyt rendeztek, gyermekrajzpályázatot hirdettek. 1974-ben az Egyesület kezdeményezte a felszabadulási emlékmű fölötti egykori téglagyári gödröket hasznosítsák, így ötletpályázat került kiírásra. A Szombathelyi Szabadidő Központ tervét Rónai Károlyra bízták. Kiszélesítették a tiszta virágos rendezett Szombathelyét mozgalmat, virágbemutatót rendeztek, erkély virágosítási akciókat szerveztek, tiszta udvar rendesház akciót hirdettek. 1981-ben Szombathely városa adott helyet első alkalommal a Szépítő Egyesületek országos találkozójának, mert 37 év után 2018-ban szintén városunkban volt. 1985-ben az Egyesület 100 éves jubileumára ünnepi közgyűlést hívtak a Városháza nagytermébe, össze létrehozták a centenáriumi ligetet. 2000-ben új elnökséget választott az Egyesület, sok feladatot tűztek ki célul, például Egyesület 115 éves történetét feldolgozó könyv megjelentetését. Szerencsére a városépítés terén mindig akadtak olyan lelkes egyesületi tagok, akik a lángot továbbvitték, így az Egyesület napjainkban is képviselteti magát a város életében. Szombathelyi Szépítő Egyesület a városban működve értékmentés, értékmegőrzés területén a legnagyobb aktivitást fejti ki. Új feladatokat is helyet kaptak az Egyesület munkájában. Az ifjúság bevonása az Egyesület életébe, Szent Márton temetői munkálatok, részvétel a városfejlesztési koncepcióban, javaslattétel, véleményezés, állásfoglalás. Szombathelyi Szépítő Egyesület részére 2017-ben az év civil szervezeti díjat adományozta Szombathely megyejogú város közgyűlése. A város szebbé, élhetőbbé tétele, valamint értékmentés terén kifejtett sok évtizedes kimagasló tevékenysége elismerésül. A Város és Faluvédők Szövetsége, Hungária Nostra 2007-ben Rónai Károly okleveles építőszmérnöknek, 2018-ban Pintér Gábor okleveles táj- és kertépítészmérnöknek, 2019-ben Bődi Lívia elnökasszonynak ítélte oda a Podmanicki díjat. Elnökasszony a Város és Faluvédők Szövetségében választmányi tag, mely szövetség elnöke Rádai Mihály. Szombathely önkormányzat nevében elismerésemet fejezzem ki az Egyesület 135 éves munkássága előtt. Kívánom, hogy a továbbiakban is az értékek védelmét szem előtt tartva munkálkodjanak városunkért. Az önkormányzat és az általán vezetett Kulturális Oktatás és Civil Bizottság nevében is igyekszünk az Egyesület munkásságát minden eszközzel támogatni. Értékvédő, értékmentő munkájuk elengedhetetlen, önkéntes munkájuk felbecsülhetetlen értékű. Az elkövetkező 135 évre jó munkát kívánok az Egyesületnek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen elnök úr szavait, és felkérem Bődi Liviát, a Szombathelyi Szépítő Egyesület elnökét, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt könyvtárigazgatónő, tisztelt egykori és jelenlévő tisztségviselők, egyesületi tagok, tisztelt meghívottak, hölgyeim és uraim. Megtiszteltetés itt állni,
és büszkeséggel tölt el az, hogy egy nagymúltú szervezet elnökeként én köszönhetem itt önöket. Sokat gondolkodtam azon, hogy a beszédemben mit mondjak, és rájöttem, hogy annyira sok mindenről kellene beszélni, hogy nagyon sokáig itt lennénk, úgyhogy megpróbáltam egy picit összefogni, és talán egy kicsit így címekbe foglalni azt, hogy egyesületünk mennyi mindent csinál. Aztán két szó jutott eszembe, ez a tisztelet és a köszönet, amely a 2015-ös évtől, amikor elnökké választottak, szorosan beépült a munkámba. Egy 135 éves egyesület életében számtalan esemény történik, de egy dolog mindig a tagság és a vezetőség szem előtt lebegett, ez pedig az volt, hogy tovább vigyük azokat az értékeket, amelyeket az elődeink ránkhagytak. Ennek eredményeként is talán kaphattuk meg 2017-ben az év civil szervezet elismerést, mellyel egyesületünk több mint egy évszázados munkásságát ismerte el a városvezetés. Ez az elismerés nem csak a mostani egyesületi vezetőknek és tagoknak szól, hanem mindenkinek, akik bármilyen módon az egyesület javát szolgálták. Ezúton szeretném tiszteletemet és köszönetemet kifejezni elődeinknek, akik egykor elindultak ezen az úton, és csodálatos örökséget hagytak ránk. Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik a legnehezebb körülmények között sem adták fel, szívükön viselték városunk, egyesületünk sorsát, és jelenleg is tevékenyen részt vesznek értékeink megóvásában. A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek, valljuk Vörös Marti Mihállyal együtt, hiszen a ránk hagyott örökséget védenünk kell, hogy az utánunk következő nemzedékek ne fényképekről, képeslapokról lássanak egy-egy emblematikus épületet, szobrot. Ha végigmegyünk a városon, kevés olyan helyszínt találunk, melyek a mai napig ne kötődnének az egyesület munkásságához. Természetesen vannak olyan értékeink, amelyek megvannak, és olyan értékeink is, amelyek eltűntek. De talán szerencsések vagyunk abban, hogyha már ezeket az értékeket nem találjuk, van egy hely, a levéltár, ahol az egyesület alakulásától a mai napig őrzik az egyesület dokumentációját. Talán nem mondok azzal nagyot, hogy Szombathely múltja, fejlődése is végigkísérhető, amikor ezeket az iratokat tanulmányozzuk. És akkor íme néhány különleges adat és tény egyesületünk életéből. 1885-ben kézzel íródott alapszabályunk eredeti példánya fennmaradt, a levéltár őrzi, egyesületünk elnöke pedig az akkori polgármester Varasdi Károly lett. 1913 és 1936 között a leghosszabb ideig, 23 évig, Herbst Géza, Vasvár megye alispánja volt az egyesület elnöke. 1935-ben készült el, és 85. születésnapját ünnepli az Oladi kilátó, az egyesület önálló nagy alkotása, melyet az 50 éves jubileumra építettek. Az egyesület máig szívén viseli a kilátó sorsát. 1885 és 2011 között 16 elnöke volt egyesületünknek, ők a város tisztségviselői, nevezetes polgárai, a város életében fontos szerepet betöltő személyek közül kerültek ki. Az egyesület történetének egyik nagy történelmi jelentőségi tisztújítása 2011-ben történt, amikor először választottak hölgyet a nagymúltú szervezet elnökének Erdély Ilona személyében. 1970-től napjainkig az egyesület 27 darab emléktáblát és 2 darab emlékművet készítetett, de részt vett emléktáblák, kutak, műalkotások felújításában is. 2014-től 12 síremlék felújítását vagy rendbetételét csinálta meg az egyesület a Szent Márton temetőben, és 6 sír felújítása egy pályázat keretén belül jövő tavaszra fejeződik be. Ez a temető nagyon fontos szerepet játszik az egyesület életében, hiszen számtalan olyan neves személy végső nyughelye, akik az egyesületért és a városért is sokat tettek. A Szent Márton temető a város panteonja, hiszen Szombathely nagyjai itt nyugszanak, mondta Orbát Róbert egy riport alkalmával. Egyesületünk létrehozta az örökös elnökségi tagtisztséget, mely kitüntető címmel 2 jelenlegi tagtársunk rendelkezik. Rónai Károly és Telsz Károly közel 50 éve tevékenykedik egyesületünk életében.
Tagtársaink között sokan vannak, akik munkásságukért valamilyen elismerésben, kitüntetésben részesültek, Podmanicki díjat, Prima díjat és egyéb szakmai kitüntetéseket kaptak. Az Egyesület 2019-ben Szombathely Megyőgúváros értéktárába is bekerült három kategóriában. Ezek az épített környezet, a természeti környezet és a kulturális örökség. Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen. Grósz Széchenyi István ezen gondolata is lehetne a vezérfonala a kiállításnak, mely kiállítás az Egyesület alakulásától vezeti végig a látogatót napjainkig. A parkosítás, fásítás, a villamos, az oladi kilátó, az emléktáblák, temetői séták, a potyondi mocsár, a tanítók fája, elismerések, oklevelek, kiadványok, könyvek, országos találkozók mind helyet kaptak a kiállításban. Természetesen ez egy töredéke az Egyesület munkásságának, a teljesség igénye nélkül. Minden szombathelyi nevében mondhatom talán azt, hogy büszkék lehetünk arra, hogy városunkban működik az ország második legidősebb városszépítő egyesülete. Köszönöm igazgatónőnek a lehetőséget, hogy a kiállítás megvalósulhatott. Köszönöm a kiállítási anyag feldolgozását, Szalainé Bodor Edit, Spiegler Kutasi Nikoletta és Molnár Andrea könyvtárosoknak. Köszönöm dr. Melega Miklósnak a levéltári anyagok rendelkezésre bocsátását, és Spiegler Tibor helytörténeti gyűjtőnek a kiállításra adott erekjeit. Köszönöm bizottsági elnök úrnak, hogy ezen a számunkra jeles eseményen köszöntő beszédet mondott. Külön köszönöm minden partnerünknek a közös munkát, hiszen az összefogás ereje csodákra képes. A városszépítő álmok összefogással valóra válnak. Az Egyesület ennek tudatában folytatja a jövőben is értékmentő, értékvédő és értékteremtő munkáját. És végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek, hogy eljöttek a megnyitóra, a kiállított anyag megtekintéséhez jó nézelődést kívánok. Ezennel a kiállítást megnyitom. Köszönöm. Maradunk a Szombathelyi Szépítőegyesületnél, hiszen a jubileumot ünneplő szervezet csatlakozott a Vigyázzunk Együtt Szombathely programhoz, és szemétgyűjtési, valamint takarítási akciót hirdetett a Szent István Parkban. Az erről szóló riport következik. Az önkormányzat Vigyázzunk Együtt Szombathelyre címmel szemléletformáló programot indított, amelynek részeként hirdette meg a Fogadj Örökbe egy parkot felhívást is. A város egyik legrégebbi civil szervezete, a Szombathelyi Szépítő Egyesület is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Szent István Park létrehozása a 19. század végén a Szépítő Egyesülethez kötődik, ezért éppen ennek a zöld felületnek a gondozását vállalták. 40-en vagyunk, a feladatokat szétosztottuk a csoport között, vannak, akik a szemetet szedik össze, vannak, akik a száraz ágakat gyűjtik össze, a többiek pedig a lombot fogják összehúzni kupacokba, amelyek majd aztán a Szompark munkatársai el fognak innen szállítani. A Szépítő Egyesület mellett a Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete és a Vas megyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete is részt vett az akcióban. Végtelen boldog vagyok és büszke vagyok, hogy egyesületünktől 13 fő jelent meg az akción, ebből 4 fő Szent Gotthárdról, 1 Sárváról. A Szépítő Egyesület és a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja számos közös programot szervez, így aztán a tagok csatlakoztak a park tisztításához is. Rendszeresen tartunk a könyvtárban előadásokat, programokat a klub tagjainak, ugyanakkor társintézményi rendezvényeket, városi sétákat, és hozzátartozik a klubnak a működéséhez, hogy nagyon szívesen vállalunk társadalmi munkákat, úgymond. A Szombathelyi Szépítő Egyesület a jövőben is szervez hasonló akciókat a parkban. Folytatják a Szent Márton temetőben a neves szombathelyiek sírjának rendbetételét is. Eddig 14 síremléket újítottak fel, jövő tavaszig további 6 sír szépülhet meg. Lakótelepi civil szervezetek számára tartottak közművelődési fórumot az Agora Szombathely Kulturális Központ szervezésében a sportházban. A résztvevők között megtalálhatjuk a Derkovics Városrészét Egyesületet is, amellyel együttműködést kötött az Agora.
Civil szervezetekkel működik együtt az Agora annak érdekében, hogy megélénküljön a közösségi élet a lakótelepeken. Az a gondolatunk a lakótelepi civil szervezetekkel együtt, hogy közös együttműködésben a lakótelepeken is jelenjen meg az a fajta közösségi tevékenység, amit egyébként a peremkerületekben egy picit már, hát nem az, hogy jobban, de régebbi hagyományokkal ellátnak. Az együttműködésben a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatósága is részt vesz. A Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt céljának tartja 2020-25 évre vonatkozóan a lakótelepekkel, a lakótelepi közösségekkel való foglalkozást, hiszen amíg a kis településeken folyamatosan jelen vagyunk szakmai tanácsadással, addig elmondható, hogy egy-egy lakótelepi közösség is akár akkora létszámmal bír, egy-egy tömb, mint maga egy-egy kisebb település. Szombathelyen több nagy hagyományú civil szervezet működik a kertvárosban. Hasonlók megalakulását a belvárosi lakótelepeken a város is támogatja. Azt látjuk, hogy az elmúlt években és időszakokban az a civil hagyomány alakult ki, hogy erősebb közösségek jönnek létre a kertvárosi civil szervezetek körében, talán azért, mert jobban ismerik egymást az emberek, de ez a lakótelepekre is igaz, hiszen főleg a szépkorú közösség az azért mondjuk akár egy lépcsőházban is jól ismeri egymást, viszont egyre több a fiatal is a lakótelepeken, és szeretnénk összekötni őket. A fórumon együttműködési megállapodást írt alá az Agora és a Derkovics Városrészért Egyesület. A Derkovicsi klub helyzetét szeretnénk egy kicsit fölélénkíteni azzal, hogy az Egyesületnek van egy klub helyisége a Szürcsapó utcában, és ide szeretnénk az Agorával közösen programokat szervezni, tehát egyfajta klub életet szeretnénk újra beindítani a lakótelepen. A fórumon a Derkovics Városrészért Egyesület mellett az Oladi Városrészért és a Kisz Lakótelepért Egyesület, valamint a Joskarola Alapítvány képviseltette magát. Tök jó napot tartottak a Herényi Heti Piacon, amelynek keretében többek között tök szépségversennyel, a Herényi 70-kedések befejező napjával, valamint tökös ételek bemutatójával és kóstolójával várták az érdeklődőket a szervezők. Sütőtök és libahús, jellegzetes őszi alapanyagokból készültek finomságok a Herényi Piac látványkonyhájában. Az érdeklődők figyelemmel kísérhették, hogyan dolgozik a szakács, megismerhették a receptet és kóstolhattak is. Néhány kóstolóval, illetve egy önálló étellel is készültem az ide látogatóknak. Az egyik ilyen kóstolóra, mivel itt az ősz és a tök jegyében vagyunk, készítettünk egy Olivas Palace szendvicsen alapuló füstölt liba mellel és sütőtökpürével elkészített szendvicset. A gasztronómiai bemutató a piac szervezői, a termelők és az egyik nagykereskedelmi cég együttműködésével valósult meg. Számunkra fontos, hogy a piaci termelők, helyi piaci termelők és jelenlevők, illetve kereskedések összefogjanak, és a Herényi Heti Piac keretében együttműködjenek. A Herényi Heti Piac kulturális és szórakoztató programokkal is várta az érdeklődőket. Meghirdették a tök szépségversenyt, amelyre 9 alkotás érkezett, valamint a már hagyományosnak mondható Herényi 70-kedések feladatmegoldásait is a piacon lehetett leadni. Több tucatnyian vettek részt a játékos tudáspróbán. A 70-kedésekbe úgy, hogy kitöltöttem a lapot, a feladatokat teljesítettem most első alkalommal, mert előző időszakban, amikor a helyszíneken történtek a programok, tehát a temető templom, akkor én segítőként vettem részt az egyik állomáson, ahol éppen egy ilyen ügyességi verseny folyt. Herény legszebb tökére november 5-éig lehet szavazni a képernyő látható honlapon. A legnépszerűbb alkotásokat a szervezők díjazzák. A következő percekben Engler Felícia ifjúsági referens tolmácsolásában a szombathelyi ifjúsági életről lesz szó. 2019. decemberében kerültem a polgármesteri hivatalhoz, mint ifjúsági ügyintéző. Az előéletemről annyit, hogy én a Győri Széchenyi István Egyetemen tanultam szociálpedagógiát, illetőleg itt az ELTE-n pedig közösségszervezést tanultam, tehát teljes mértékben szakembernek mondhatom magam, úgy érzem. Igazából, amikor elkezdtem ezt a munkát, az első és legfontosabb, amit gondoltam, az az, hogy személyesen bemutatkozzak az iskoláknál. Tehát a vezetőségnél, a diák önkormányzati munkát segítő pedagógusoknál, illetőleg az iskoláknak a védők, az iskoláknak a DÖK vezetőségénél.
ez egy kvázi roadshow-ként indult. Jó sok iskolába eljutottam, de aztán közbeszólt a pandémia. Ami nagyon szimpatikus volt, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam erről a dologról magáról, hogy én oda mentem személyesen, mert hogy igazából a diák önkormányzat arctalan volt az iskolák számára, tudták, hogy van, de egy levélnél többet nem nagyon tudtak róla mondani, nem volt mögötte arc, és nagyon örültek annak, hogy én megkerestem őket. Amire én kíváncsi voltam az, hogy a programok, amik a Városi Diák Önkormányzatnál vannak, azok mennyire illeszkednek az iskoláknak a programjába, illetőleg vannak az iskoláknak olyan kérdésük, igényük, ötletük, amit akár hasznosítani is lehetne. És nagyon-nagyon jó dolgok zajlanak az iskolákban, amiből nagyon-nagyon sok mindent lehetne hasznosítani Városi Diák Önkormányzati szinten. És azt gondolom, hogy ezzel szorosabbra is lehetne fűzni a kapcsolatot az iskolák és a Városi Diák Önkormányzat között. Ez az egyik. A másik, hogy én nagyon szeretném az iskolai diák önkormányzati képviselőket is bevonni a munkába, tehát hogy ne csak akkor legyenek ott, amikor gyűlés van, vagy amikor feladat van, hanem hogy aktív részesei legyenek ennek az egész Városi Diák Önkormányzati életnek és a munkának. Én nagyon szeretném ezt felpörgetni. Ami számomra nagyon fontos, hogy a Városi Diák Önkormányzati munka transzparens legyen, tehát hogy átlátható legyen. Ugye ez is volt a másik visszajelzés, amit kaptam, hogy nem nagyon látják, hogy mi történik. Én ezt is szeretném, hogyha a segítő pedagógusok is bármikor eljöhessenek, akár hozzám, akár egy gyűlésre, feltessék a kérdéseiket, a javaslataikat. Én azt gondolom, hogy ezzel is pozitív képet lehetne kialakítani a diák önkormányzatról. Aztán, amit én nagyon szeretnék, hogy ne csak itt a városban működjünk, hanem hogy megyei, országos szinten is kiterjesszük a munkánkat. Ez ügyben két nagyon jó párbeszéd indult el. Az egyik az a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal indult el egy kapcsolatfelvétel. Ők nyáron itt voltak, egy beszélgetés, amikor a megyében több iskolához is eljutottak. Ők nagyon szeretnék Szombathellyel az együttműködést, egyrészt mert tisztában vannak azzal, hogy Szombathely az egyik legrégebbi diák önkormányzattal rendelkező város, és ők ezt szeretnék kiaknázni. Nagyon örültek annak, hogy megkerestem őket, úgyhogy két oldalú az érdeklődés. Nagyon sokat fognak nekünk segíteni képzések szintjén, programszervezés szintjén. Ha a pandémia másképp nem akarja, akkor jövő tavasszal lesz egy nagyon nagy rendezvény itt Szombathelyen, amit kifejezetten a NIT ide tervez és ide szervez. Reméljük, hogy ez meg fog valósulni. Aztán fölvettük a kapcsolatot a Tudatos Ifjúságért Alapítvánnyal, akik szintén nagyon pozitívan állnak a kérdéshez. Ők igazából tehetséggondozással foglalkoznak, a közösségi munka iránt érdeklődő fiatalokat patronálják, mentorálják és adnak nekik képzéseket. Illetve én megkerestem olyan városokat, ahol szintén van működő diák önkormányzat, például Gyuláról válaszoltak a Mi Egymásért Egyesülettől, ahol szintén nagyon pozitívan állnak a közös munkához, és ezen felül persze ott vannak a korábbi kapcsolatok, amiket az előző diákpolgármesterek kialakítottak, akár Gödöllővel, akár Zalaegerszeggel, tehát ezeket is tovább kell fejleszteni. Ami ugye most nagy probléma ez a vírushelyzet, hogy teljesen leálltak ezek a párbeszédek, ezek a munkálatok, ezek a programszervezések. Az iskolák nem nagyon engedik el a diákokat a gyűlésekre, pontosan a biztonság szem előtt tartása miatt. Most próbáljuk online térbe áthelyezni az üléseinket, ebben a gépiparisok nagyon-nagyon sok segítséget adnak, mert ők adják azt az online felületet, ahol majd az üléseket meg a gyűléseket meg tudjuk szervezni. Illetve én még szeretném egy fokkal magasabb szintre is emelni ezt az egész diák önkormányzatiságot, ugyanis én vagyok a kábítószerügyi egyezetű fórumnak a titkára, és némileg a közösségi szolgálati munkában is benne vagyok a Vasi Diák Közösségi Szolgálat révén. Én ezeket is szeretném összekapcsolni. Tehát a mostani diák alpolgármester, Mester Krisztinának van egy olyan terve, amit a választási beszédében is elmondott, hogy ő érzékenyítő programokat szeretne. Ehhez nagyon jó kapcsolódási pont lenne, akár a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a szakmai sága, akár a közösségi szolgálatnak a szolgálati munkája, mert a hátrányos helyzetű gyerekeket, az állatvédőket, ezeket mind lehetne segíteni, akár diák önkormányzati szinten, akár a közösségi szolgálathoz kapcsolódóan, és ez nagyon jól illeszkedne például az érzékenyítő programokba. Úgyhogy ezek a nagy terveim. Röviden,
vagy nem annyira röviden, tehát hogy egy tudatosabb munkát szeretnék. Tehát, hogy ne csak arról szóljon a diák önkormányzat a városban, hogy programokat szervezünk, hanem hogy ennek legyen célja, és ennek legyen eleje és vége, tehát hogy konkrét dolgok legyenek. A diák önkormányzat működéséről a városban, ugye ez nagyjából már azért mondtam egy pár szót, hogy a vírushelyzet mennyire nehezíti ezt az egészet. Amit nagyon-nagyon pozitívumként szeretnék felsorolni, az az, hogy most egy olyan generáció kerül ki diák önkormányzati szinten az iskolákból, akiknek már van igényük egy komolyabb munkára, tehát akik ténylegesen, mint ahogy a régi időkben is, hogy a diák önkormányzat kvázi belépő volt a politikai életbe, itt a mostani diák önkormányzati képviselőknek nagy része nagyon tudatosan építi ezt a vonalat, tehát ők érdekérvényesítésben nagyon komolyan ott vannak, állampolgári ismeretekben nagyon komolyan ott vannak, és ők ezt a munkát szeretnék vinni. Tehát ők is azt szeretnék, hogy a diák önkormányzat egy komoly, megbecsült szerepkör és egy megbecsült munka legyen. Ennek az egyik jele például az, hogy ott vannak a megyei ifjúsági tanácsokban, gyűlésekre járnak, országos szinten is ott vannak, képzésekre járnak, tehát ők egy nagyon-nagyon reményteli generáció, én azt gondolom. És én ennek nagyon örülök, mert ez garancia arra, hogy tényleg egy szintet tudunk lépni a Városi Diák Önkormányzat munkájában. Ami nagy segítségünkre lehet szintén a munkánkban, az az Agórának a hozzáállása. Az Agórával már régebb óta komoly a kapcsolatunk, a diák önkormányzati gyűléseknek ők adták a helyszíneket, a Gólyavatonnak ők adják a helyszínét, illetve nagyon sok ifjúsági programot szerveznek, mint például a Slam Poetry, ami egy nagyon felkapott rendezvénye az Agórának. Pont a mostani keddi bizottsági ülésen fogadták el az Agorának a Puskázók ifjúsági koncepcióját, illetve az ifjúsági feladat ellátása vonatkozó együttműködési megállapodást. Ami azért garancia, mert az Agora korábban az MMIK színeiben a logóval, de most az Agora is, mint ifjúsági szolgálatot működtet, és a Vasi Ifjúságért Egyesületnek, illetve a korábbi logónak a szakemberei is az Agoránál dolgoznak. És ők is nagyon nyitottak voltak az együttműködésre velem is, ami nekem szintén egy nagyon nagy segítség. És például részt fognak venni az Agórának a munkatársai, az ifjúsági cselekvési tervnek, és az ehhez kapcsolódóan az ifjúsági kerekasztalnak a létrehozásában. Ugye ez az ifjúsági cselekvési terv, ez 2017-re nyúlik vissza, amikor is a város kiírt egy pályázatot, a Millennium Alapítvány végezte el, ez egy közvéleménykutatás, megkérdeztek diákokat, illetőleg pedagógusokat, intézményeket a Városi Diák Önkormányzatnak, illetve az ifjúságnak az életéről. Ilyen kérdéseket tettek föl, hogy hol szeretnének a diákok felsőfokú tanulmányt folytatni, ha elvégezték, akkor hol szeretnének élni, hol szeretnének dolgozni, mit gondolnak a közösségi életről, a média használatról, a szolgáltatásokról, és ebből kialakult egy kép a városról, illetve a város ifjúságáról, és az ő gondolkodásmódjukról, és ebből készítettek egy ifjúsági koncepciót, amiben fölvázolták, hogy mik azok a sarkalatos pontok, amiken változtatni kell, és hogy mely feladatok mely területekhez kapcsolódnak. Ezt a javaslatot nyilvánosságra tették, amihez hozzá lehetett szólni. Ez egészen pontosan 2017-ben történt, és ahhoz, hogy ezt megvalósítsák, ahhoz el kell érni az ifjúságot. És erre született ez a cselekvési terv, ami 2018-ban került elfogadásra, és olyan komoly feladatok szerepelnek benne, mint a Városi Diák Önkormányzatnak az SMS-ének, a választási szabályzatának az áttekintése, a megújítása, a létrehozása, az irányelveknek a kidolgozása, az iskolákkal való kapcsolattartás, hogy hogyan képzelik el ennek a szorosabbra húzása, és az ifjúsági kerekasztal, amiről már korábban is beszéltem. Ennek én azért örülök, mert ez az én terveimben is szerepelt, anélkül, hogy én igazából kézbe kaptam volna ezt a cselekvési tervet, tehát ez nekem egy fázi visszajelzés, hogy nem indultam olyan rossz irányban. Ahol jelenleg tartunk, az a Városi Diák Önkormányzat SMS-ének és a választási szabályzatának a megtárgyalása. Most éppen ezzel foglalkoznak a diákok. Úgyhogy igazából mondhatjuk azt, hogy a vírushelyzetnek van egy jó oldala is,
hogy nem a programokkal és a programszervezésekkel foglalkozunk, hanem igazából tudunk olyan elmaradt feladatokat megcsinálni és elvégezni, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy egy diák önkormányzat jogszerűen működjön. Ez elvárás is némi jeleggel a város részéről, hogy a diák önkormányzat jogszerűen működjön és szabályszerűen működjön, és ennek az az első lépése, hogy egy elég komoly SMS-t, tehát egy szervezet és működési szabályzatot fogunk megalkotni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy a feladata diákoknak, mert azért egy SMS-t nem csak megírni, hanem megbírálni, átnézni is elég komoly kihívás, még náluk idősebb embereknek is. Ez egy jó feladat. Tetszik, hogy vitáznak, tetszik, hogy beszélnek róla, tetszik, hogy van saját elképzelésük, hogy mit szeretnének, de ami még jobban tetszik, hogy ezt képviselni is tudják. Én nagyon örülök annak, hogy már nem az van, hogy csak legyintenek, hogy jó lesz ez, hanem tényleg kiállnak és hallatják a hangjukat. Tetszik az, hogy megpróbálnak együtt dolgozni, nincsen széthúzás az iskolák között, hanem ők abba gondolkodnak, hogy ők a Városdiák Önkormányzat is egységes fellépést szeretnének. Az ifjúsági kerekasztal az egy nagyobb falat lesz, az nagy vonalban hasonlít majd a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a felépítéséhez, ami egy szakmai szervezet. Az ifjúsági kerekasztal is szakmai szervezet lenne, ahol az ifjúsággal foglalkozó szakemberek, a különböző iskolák, intézmények és azok képviselőit szeretnénk egy asztalhoz ültetni időszakonként, hogy milyen rendszerességgel ez majd a jövő zenéje lesz. Itt azért nekem annyiban könnyebb a helyzetem, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum részéről már elég sok olyan szakmai szervezetet ismerek, akik nem csak drogprevencióval foglalkoznak, hanem magával az ifjúsági szervezetekkel is foglalkoznak. Tehát például van olyan iskola, ahol a rendőrségnek minden hónapban kint van szakember, és foglalkozik a diákokkal. Tehát ez is így össze fog majd érni tulajdonképpen. Úgyhogy ez egy elég nagy kihívás lesz ezt összehozni. De erre jó a pandémia, hogy most akkor időt kaptunk. Ami nehézség, az az iskolákkal való kommunikáció, mert ezer más dolguk van, ezer más dolog viszi el a figyelmüket, amit valahol meg is értek egyébként. Vas megyét, valamint a Nyugat-Dunántúlt képviselte a Rózsa Bors műhely a Versünnep Fesztivál döntőjében a Nemzeti Színházban. A következő percekben ezt a produkciót láthatjuk, valamint a zsűri kritikáját. A Versünnep Fesztivál döntőjéből egyébként a Rózsa Bors műhely a közönségdíjat hozhatta el. Következik a Rózsa Bors műhely. Mint magukról írják, 2016. januárjában elhatároztuk, hogy életre hívjuk a Rózsa Bors zenekart, mely 2017. szeptemberétől Rózsa Bors műhely névvel működik tovább. Kortárs és klasszikus költőink verseit zenésítjük meg. A verseken keresztül mondjuk el azt, hogy hogyan látjuk, mit gondolunk és miként érzünk és érezzük magunkat a világban. Minden általunk megzenésített vers önálló zenei világ. Vers-zene repertoárunkban megtalálható a 20. 21. századi könnyűzene, számos stílus eleme, a jazz, a blues, az akusztikus pop, a beat, a post-rock, a funky, plusz még, amit a hallgatóság érez vagy beleérez. Fogadják szeretettel a Rózsa Bors műhelyt.
titok, sors homlokom száraz. Régóta azt gyanítom, hogy te se ismert engem. Nem írtam himnuszt, mégis élek, s nem kerestem üdölhelyet a mennyben. Ezután se keresek, meg nyugodhatsz, úgy nevelem csupán egy zöld levél. A tavaszba is úgy érkezem mindig, mint aki csak úgy bentegél. Ezután se keresek, meg nyugodnak, útlevelem csupán egy zöld levél. A tavaszba is úgy érkezem mindig, mint aki csak úgy produkció volt, és csak a hangszerelés és a zenészeknek a angolul van egy ilyen szó, nem tudom, magyarul van-e, musicianship, zeneiesség, zeneie, hogy mondjam, tudjátok, mire gondolok. Tehát az ott van. Nagyon jó a ritmus szekció, nagyon jó volt az akkordfűzés. Nekem tetszett. Kedves nézőink, a civil időt látták. Észrevételeiket, javaslataikat a képernyő alján látható elérhetőségeinkre várjuk. Ne felejtjék, hogy civil idő című magazinunk elérhető podcast, valamint rádió magazin formájában is, ezeket is kövessék, valamint civil hírekért kattintsanak a www.hírlevélplusz.hu internetes hírportálra. Legközelebb decemberben jelentkezik magazinunk, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!